Heg az első DLC-k között érkezett a Dead by Daylight világába. Nem túl bonyolult a képessége, de sűrűn találhatja magát olyan meccsekben az ember, mikor épp hogy sikerül összehoznia egy-két akasztást, és akkor még lehet, hogy áldozásra nem is kerül sor. Mit lehetne máshogy csinálni? Milyen perkeket érdemes rajta használni? És milyen hozzáállással jó belemenni a velement körökbe? Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha érdekelnének az előbb feltett kérdésekre a válaszok, akkor tarts velem! Ugyanis egy teljes körű hegútmutatóval érkeztem a Goosebump mai videójában. Mint ahogy említettem is a kis intróban, Hegnek egyáltalán nincs bonyolult képessége. Viszont ahogy szaladtak el az évek a játék feje felett, úgy vált a mechanika egyre elavultabbá. Nagyon sok apró vagy épp nagyobb dolog van, amit meg kell tenned neked ahhoz, hogy számodra is élvezhető köröket tudj menni a gyilkossal, és ne mindig egy négyfős kijutás legyen a végeredmény. A videót az áttekinthetőség kedvéért három részre osztottam. Először gyorsan végigszaladunk a gyilkos képességén. Majd az általánosan vele ajánlott játékstílusokról szólnék néhány mondatot, pár extra tanáccsal meghintve. És végül kettő bilddel készültem nektek, hogy a videó után egyből tudjatok játszani a kanibál boszorkánnyal. De térjünk is rá a videó lényegi részére. Heg képessége a Black and Catalyst nevet viseli. Megnyomva és lenyomva tartva a képességgombot, le tud helyezni a gyilkos fantazma csapdákat. Ezek háromszögek a földön, amiknek ha közelébe ér egy túlélő, aktiválja azt. Ilyenkor Hegnek a képmása jelenik meg a csapda helyén, és lehetősége van oda teleportálni az aktív csapdához. Amíg a képmás jelen van, addig az is kap maga köré egy kisebb terrorrádiuszt, illetve egyfolytában a túlélő felé fog nézni. Ilyen csapdából egyszerre 10-et tud letenni a gyilkos. Ha azonban túlmenne a limiten, akkor ahogy helyezi le az újabb csapdákat, sorjában távolítja el a játék a legkorábban lerakottakat. És lényegében ennyi a gyilkos képessége. Amit azonban még fontosnak tartok megemlíteni, hogy a túlélők kétféleképpen is ki tudják játszani a csapdákat. Ha van náluk egy zseblámpa vagy egy flashbang, és ki tudják figyelni, hogy hol van a csapda, lehetőségük van azt kivilágítani. Erről a gyilkos kap egy értesítést, hogy hol ment végbe az akció. A másik lehetőség pedig, hogy szimplán átgugolnak rajta. Ilyenkor a csapda nem tűnik el, szimplán csak nem aktiválódik a túlélő jelenlétében. A kicsit tapasztaltabb gyilkosok vagy régebb óta játszók már az első néhány mondatból kikövetkeztethették, hogy milyen perkeket érdemes használni Hegen, milyen játékstílussal és miért. Viszont merem feltételezni, hogy sokatok nem ilyen háttértudással van itt, és szeretnétek ti is megtudni, hogy mit, miért és hogyan érdemes vele csinálni. Úgyhogy éppen ezért térjünk át a taktikákra és a különböző játékbeli tippekre. Na most, ugye Heg a csapdák letevésében kiismerül, és épp emiatt egy hatalmas hátrányból indul. Csak hogy egy kis betekintést tudjak nektek adni, hogy miért is. Esküszöm, rövid leszek. Egyszerűen olyan gyors tempóban zajlanak a meccsek, hogy nincs idő hagyva a gyilkosnak a csapdák előkészítésére. Éppen ezért kell megragadni minden lehetőséget, amit csak tudunk, hogy húzni tudjuk a túlélők idejét. De most már aztán tényleg nem árulok zsákba mocskát, hogy Heg ereje a három genesztetésben van. Ez annyit tesz, hogy a kör legelején felméred, merre vannak a generátorok, melyik mennyire van közel egyikhez másikhoz. És kiválasztasz hármat, ami konkrétan egymás szájában van. Az ezek körül található loop helyeket, jungle és pallet gymeket becsapdázod, majd néhány treppel megindulsz túlélőket keresni. Na most ez jelenleg úgy néz ki, hogy mire készen állsz túlélőket keresgélni, addigra már egy gen biztos, hogy elkészült. De ne tessék elveszíteni a reményt, lehet még szarból is várat építeni. Ugye?
Ez az alaptaktika, mivel az esetek nagy részében legalább kettő áldozás biztos, hogy be tud zsebelni. Ha pedig még további nyomást kezdesz gyakorolni a túlélőkre és ők ez alatt megtörnek, na ott tudsz igazán csillogni Haggel. Ugyanis piszok egyszerűen lehet büntetni a helytelen pozícionálást. És itt nem arra gondolok, hogy 4-5 csapdát raksz a pincében felakasztotthoz, hanem sokkal inkább a pályán lévő loopokra. Ha egy túlélő látod, hogy az egyik legbiztonságosabb loop felé megy a pályán, szépen megállsz a loop közepén és leraksz egy csapdát. Ilyenkor elfut a túlélő egy másik loophoz, vagy időszűkében kénytelen ott maradni és tartani hátát az ütésnek. Egy viszonylag fontos dologról egyébként eddig nem is nagyon beszéltem. Az valamelyest látszódik is, hogy Hag egy sokkal kisebb gyilkos az átlagnál, ezért aztán könnyen el tud, bújni a nagyobb sziklák vagy faröngök mögé. Viszont ennek és teleportálási képességének köszönhetően jóval is lassabb, mint a többiek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy olyan loopnál, ahol Trapper egy-két kör után beéri a túlélőt, Hagnek legalább 3-4 kört kell tennie. És akkor úgy 3-4 kört, hogyha te is igen szorosan futsz a loop körül. De semmi gond! Az előbb is említettem, hogy üldözés közben is azért szépen lehet hasznosítani a csapdákat. Igen ám csak, hogyha a túlélő újra meg újra elfut a becsapdázott looptól, akkor köszönöm szépen az 5 genen áttartó kergetőzést a GLHF kövi körben. És akkor ezzel megint csak elérkeztünk egy olyan ponthoz, ami Hagnek a lételeme viszont mára már egyáltalán nem egy működő stratégia. Ez pedig az üss és fuss metódus. Ez annyit tesz, hogy nem kezdesz el hosszasabb ideig üldözni egy túlélőt. Hanem Hag esetében megpróbálod beterelni őt egy csapdádba, gyorsan oda teleportálsz, megütöd, és ha már nincs a közelben további csapda, akkor tovább állsz a pálya egy olyan részére, ahol vannak, reménykedve abban, hogy van a közelben túlélő is. Régebben is előszeretettel hoztak a túlélők medkiteket, de a Circle of Healing bejövetele óta sokszor van az, hogy a túlélő hamarabb felgyógyítja magát, mint amennyi időbe telt neked őt megütni. És akkor talán most már tartunk ott a videóban, hogy megemlíthessem egy kicsikét szerény véleményemet. Szerintem Haggel egyáltalán nem érdemes vért izzadva vagy tryhard módon játszani. Hag szerintem azon kevés gyilkosok egyike, akik ha szereti az ember, ha nem, de vissza tudják hozni a horror élményt a játékba. Még ha a jumpscare-ek szintjén is. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem érdemes átgondoltan lerakni a csapdáit, vagy hogy ne lehetne vele 200 IQ megmozdulásokat végrehajtani. Arról van szó, hogy ha kap az ember egy kompetens SVF csapatot, akkor az esetek 90%-ában halára van ítélve a meccs. És akkor itt most nem beszélek az indokolatlan Kemperről, Tanőről, Slugról, meg tudjátok az egyéb fincsiségekről. Egy idejét múlt gyilkosról van szó, akivel tényleg amiatt érdemes játszani, mert iszonyat szórakoztató. Jó érzés, amikor a túlélő egyenesen belefut a csapdádba és lesz egy garantált ütésed. De maga a folyamat is, ahogy kör elején próbálsz a túlélők fejével gondolkozni, hogy merre próbálhatnak majd futni, ha itt meg itt lesznek, hova lehet érdemes helyezni a csapdákat. Mirror Mayer sem azért játszik az ember, jobb esetben, hogy négykázzon, hanem mert a frászt akarja hozni a túlélőkre. De elég lesz szerintem már a véleményemből. Viszont mielőtt még rátérnék a két buildre, elmondanék még néhány tanácsot, hogy miképp érdemes a csapdákat lehelyezni. Az egyik leggyakrabban rosszul pozícionált csapda a raklapoknál keresendő. Ha szeretnéd bebiztosítani, hogy egy még nem ledöntött raklapnál meg tud ütni a túlélőt, akkor semmiképp se a raklap alá tedd a csapdád. Ezzel jobb esetben azt fogod elérni, hogy oda teleportálsz, a túlélő pedig egyenesen rácsapja a palettet. Rosszabbikban pedig nem is fogsz tudni oda teleportálni, mert előbb döntötte le, mint ahogy te oda tudtál volna menni. A másik fontos pont, bár nem a legkedveltebb gesztus túlélői oldalról nézve, de egy csapda lehelyezése a felakasztott túlélőhöz. Ez az egyik leghatásosabb és legegyszerűbb módja annak, hogy nyomást tudj helyezni a túlélőkre. Ha nem is fogják aktiválni a csapdát, mert keresztül guggolnak rajta, saját magukat lassítják, hogy elkerüljenek egy felesleges kergetőzést. És az utolsó csapdázási tipp pedig ismét lehet, hogy egyértelmű, viszont ahogy fogynak a csapdáid, mindig szállj időt újjak lehelyezésére. Amik nem pont ugyanott lesznek, mint az előzőek. Például, ha a main building egyik bejáratában volt egy csapdád,
akkor következőnek rakja másikhoz, vagy valamivel arrébb a bejárattól. De most már sok lesz a tippekből és taktikákból, úgyhogy térjünk is át a videó utolsó szegmensére. Még mielőtt az egészbe belekezdenénk, leszeretném szögezni, hogy Hegre rengetegféle bildet lehet összepakolni, attól függően, hogy milyen játékstílusban szeretnénk vele játszani, és ehhez milyen addonokat választunk. Az egyik legszínesebb addon palettával rendelkező gyilkos a játékban, csak szomorú szerintem, hogy ennyire kinőtte magát. Van olyan addonja, amivel megsüketítheted a túlélőket, mikor aktiválnak egy csapdát. Van olyan, amivel szolid blokkokká teheted a képmásaidat, tehát nem tudnak rajtuk átmenni. És van, ami eltünteti a teljes terror rádiuszod. Na de ideje lesz már teljes buildekkel előrukkolnom, úgyhogy kezdeném a kettő közül azzal, amit a kezdő hegjátékosoknak ajánlok. Az első alkotó elem Plague-től a Corrupt Intervention. A meccs kezdetén lezárja a tőled legmesszebb lévő három generátort az entitás. Ezek 120 másodpercig maradnak így, vagy ameddig földre nem küldesz egy túlélőt. Ezután a perk a kör végéig deaktiválódik. Mondanom se kell szerintem, hogy a lezárt három generátor köré igencsak egyszerű felépíteni egy három gen szituációt. Úgyhogy, spoiler, a második buildben is nagy szerepet kap majd a perk. A következő hag egyik sajátossága a Hex Ruin. A perk biztosítja, hogy amikor a túlélő elenged egy egészen addig szerelt generátort, az egyből elkezd visszaromlani normális sebességgel. A perk hatása addig élvezhető, míg a hozzátartozó hexet szét nem szedik, vagy meg nem áldják, vagy ameddig egy túlélőt fel nem áldozol. Ekkor a perk deaktiválódik a meccs végéig. A csapda mechanika egy fantasztikus lehetőség arra, hogy be tud védeni a hex totemeket. És mivel ezek általában nagy erőket adnak a gyilkos kezébe, érdemes is rajta használni. Harmadik perkem ebben az összeállításban a bárki által egyből beszerezhető Jolt. Mikor a földre küldesz egy túlélőt egy alaptámadással, minden 32 méteres körzetedben lévő generátor berobban, ezzel 8%-ot veszítve a készültségéből. Ha éppen nem javítja senki sem a robbanás szenvedett gent, akkor normális sebességgel elkezd visszaromlani. Az utolsó perk pedig a túlélők púpja hátuk közepén, a Hex No One Escapes Death. Ha elkészül az utolsó generátor és van még épp sima totem a pályán, akkor az meggyullad és aktiválódik a perk. Minden túlélő együttéssel leüthetővé válik, és 4%-kal non-stop gyorsabb leszel. A totemet 4 méteres körzeten belül látják a túlélők, ami fél perc után 24 méterre növekszik. A perk addig fejti ki hatását, míg a hozzátartozó hex szét nincs szedve vagy meg nincs ádva. Hegg sok mindent nem tud tenni a végjátékban a kapuk becsapdázásán kívül. Viszont a Noeddel egy picikét fel tudja turbózni a parafaktort, és akár még egy plusz áldozást is be tud zsebelni. Addonnak pedig én a szita kötőszárnyakat választottam, amivel 25%-kal messzebbről is oda tudok teleportálni egy aktivált csapdához, illetve a ciprus nyakláncot, amivel 20%-kal gyorsabban rakod le a csapdákat. Ez leginkább akkor tud jól jönni, mikor üldözés közben kell csapdáznod, de nem akarod, hogy nagyon messzire fusson el a túlélő. Ha ezzel a bilddel elkezded tanulgatni a gyilkost, biztos, hogy nem lesznek tragikusan rossz köreid. Már csak azért sem, mert egyébként szerintem kifejezetten szórakoztató folyamata, hogy térképezi fel az emberheget. Viszont ha már kezdesz egy kicsikét tapasztaltabb lenni, bátrabban játszani és szeretnél egy igazi genyláda lenni, semmi pánik. Rád is gondoltam. Mint említettem, ebben a buildben is helyet kapott a Corrupt Intervention, úgyhogy ezen most nem mennék át még egyszer. A második perk azonban már új, mégpedig a Hex Plaything Cenobite-tól. Mikor elsőre akasztasz fel egy túlélőt, meggyullad egy addig sima totem. Az akasztott innentől kezdve nem fogja hallani a terror rádiuszod, egészen addig, míg szét nem szedik vagy meg nem ágyák a hozzátartozó hexet. Az első 90 másodpercben csak az adott túlélő tud interaktálni a totemmel, az idő lejárta után viszont már bárki. Hegnek amúgy is egy kicsi terror rádiusza van.
viszont kombinálva a nulla terror rádiusz apró méretével sokszor még a nyitott pályákon is össze tudja zavarni a túlélők szívritmusát. Következő perkem a karakterhez nem kötött Hex Thrill of the Hunt. Minden egyes pályán maradó totemért kap egy jelzőt a perk, és minden egyes token után 10%-kal lassabban szednek szét vagy áldanak meg totemet a túlélők, illetve 10%-kal több látpontot kapsz a vadászat kategóriában. Tehát 5 totemmel a pályán 24 másodpercbe telik a túlélőknek szétszedni vagy megáldani egy totemet, ami... hát nem kevés. De majd nem sokára rá is térek, hogy miért fontos ez. Utolsó perkünk pedig Hillbilly eszköztárából a Tinkerer. Mikor egy generátor először éri el a 70%-os elkészültséget, jelez neked a játék, hogy merre van az adott gen, és a Tinkerer aktiválódik. Ekkor 16 másodpercig nem lesz terror rádiuszod, és piros fény se fogja jelezni, hogy éppen merre nézel. És akkor most jön a lényeg, az addonok. Elsőként itt van a rozsdás bilincs. Mikor a túlélők aktiválnak egy csapdát, arról semmilyen értesítést nem kapnak. Kvázi nem fog kiugrani a képmásod a talajból. Azért valljuk be, ez így önmagában is elég erős. Épp ezért másiknak amúgy itt is lenne a mocsári orhide a nyaklánc, amivel 25%-kal gyorsabban tudsz lehelyezni csapdát. Jó, ha igazán szeretnél gonosz lenni, és nem elég, hogy a figyelmetlen túlélők nem tudják, hogy aktiválták a csapdát, akkor kérlek szépen tedd be a mentorongyot. Ezzel az addonnal szabadon tudsz teleportálni a csapdáidhoz. Igen, nem kell, hogy aktiválják. És bár így kap egy 15 másodperces visszatöltési időt a teleport képesség, azonban ez nem vonatkozik az aktivál csapdás teleportálásokra. Ha sikerül becsapdáznod a totemeket és generátorokat, és szeretnél csak egy igazán szórakoztató túlélőkre a frászt hozó kört menni heggel, akkor szerintem mindenképp adj egy esélyt ennek a biednek. Tény, hogy össze kell kukázni a hozzá szükséges perkeket, viszont szerintem nagyon is megéri. És akkor most van az, hogy valahogy valamivel le kéne zárnom a videót. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Elsősorban a kezdőknek szerettem volna segíteni, de reménykedem azért benne, hogy néhány veterán játékos is, ha más nem, akkor egy jót röhögött a tippjeimem. Lenne még gyilkos, akiről szívesen látnál teljes körű útmutatást? Ha igen, hozd meg velünk is a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor pedig nyomd meg a lájkot, és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!